A Műemlékek Világnapján mű vagy már csak emlék címmel fotókiállítást, a megnyitót követően tematikus kerekasztalbeszélgetést tartottak Kolozsváron. Szakemberek és érdeklődők közösen vizsgálták az országos és ezen belül kiemelten a kolozsvári műemlékvédelem helyzetét. Több mint 10 év leforgása alatt készültek ezek a fényképek, a 105 fotó csak kis töredéke Máté János fénykép kollekciójának, amelyben Erdély pusztuló műemlékeit örökíti meg a jövő nemzedékek számára. Mikor hazafogtam, nem tudtam, milyen szomorú munkának fogok neki. Az utolsó reformátussal, az utolsó magyarral beszélni a romos templom tövébe kicsit nem szívderítő. És 2006 óta 197 templomot jártam össze. A kerekasztal beszélgetésen elhangzott, a társadalmat kell érzékenyíteni az épített örökség iránt, akkor igény is lesz ennek ápolására, megőrzésére. A fiatalság körében van érdeklődés nyitás a műemlékvédelem fele. Egyelőre a trendiség nagyon jó, de nem elegendő. Sokat kell még építkezni, hogy társadalmi bázisra alakuljon ki. Mert hogy egy társadalom arra költ, amire igény van, akkor lehet egy törvényt betartani, hogyha ezt a többség így gondolja, hogy fontos. A szakma áll azon nehéz feladat előtt, hogy eldöntse, mi az, amit megmentenek az épített örökségből, ugyanis valamennyi műemlék esetében erre nincs lehetőség. Ilyen helyzetben vannak többnyire a kastélyok és az elnéptelenedő templomok. A pusztuló műemlékeinknek a gondozása, meg ezeknek a karbantartása és a pénztelenség az egyik negatív példa, de tulajdonképpen ennek az ellenkezője a pozitív példa, ahol kellő anyagi támogatással és jó szakmai hozzáállással sikertörténeteket lehet írni. Tehát említeném a Farkas utcai református templomnak a teljes helyreállítását. A műemlékvédelmi szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy a nem megfelelően végzett felújítások sok esetben eltüntetik a műemlékek díszeit, ablakait, más elemeit. Ez is egy módja az értékvesztésnek, ezért fontos a megfelelő szakmai háttér, de kevésbé szerencsés példák is vannak, amikor felülírják a helyi bizottság döntését. Együttműködés van a bizottság és a városház vezetőségek között, ellenben nagyon sok esetben a helyi műemlékvédő bizottság döntéseit felülbírálja a bukaresti bizottság döntése, és ebben az esetben a helyi önkormányzat is alá kell vesse magát ennek a döntésnek. A Műemlékek Világnapján április 18-án megtartott tematikus rendezvényt az RMDS Kolozs megyei szervezete és a Járosi Andor Keresztény Kulturális Műhely közösen szervezte.